Bonum TV. Értéket adunk az időnek. Dicsertessék el Jézus Krisztus! Kedves Bonum TV nézők, január 16-a van, szerdai nap, ezen a szerdán Márk 1:29-39, amit hallgassunk meg mindenek előtt. Egy alkalommal Jézus a zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is neki. Oda ment hát hozzá, és kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és kiszolgálta őket. Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott tolongott az ajtó előtt. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Hajnaltában, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki. Mindenki keres. De ő így válaszolt. Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki. És bejárta egész Galileát, tanította a zsinagógákban, és ördögöket űzött. Kedves testvérek, miről is szól ez a mai evangélium? Mondhatnám, hogy Péter anyósának a meggyógyításáról, általában betegek gyógyításáról, és arról, hogy máshol, más helységekben, szomszédos helységekben is kell, hogy hirdesse Jézus az evangéliumot. Hát úgy gondoltam, mind a három témáról essék néhány szó. Elmegy tehát Péter házába Jézus, ez a hely ma is fölkereshető, és ott meggyógyítja Péter anyósát. Mégpedig úgy, hogy fölsegíti kézen fogva őt abból a lázas állapotból, amelyben volt, és ami miatt ágyba feküdni kényszerült. És itt erre hívnám föl a figyelmet, hogy kézen fogva fölsegítette. Szükségünk volna sokszor egymás kezére, és különösen szükségünk volna, amennyire csak lehetséges, fizikai kapcsolatra Jézussal is. Nagyon sokszor halljuk, hogy egy-egy orvos úgy rendel, hát ha nem is nagyon sokszor, de időnként halljuk, hogy rá sem néz a betegre, csak meghallgatja, írja a receptet, aztán elköszön tőle. Pedig a tekintetnek, és akkor az még hol van az érintéstől, már gyógyító hatása lehetne. Mert ez azt jelenti, hogy egy kicsit együtt vagyok azzal az emberrel, aki most különböző bajával fölkeresett engem az orvosi rendelőben. De nekünk papoknak is, mint a lelkek orvosának. Bizony törekednünk kell arra, hogy vagy idézőjelbe téve, vagy valóságosan is. Néha igenis megérintsük azt, akivel beszélgetünk, akár csak a templom előtt, vagy a plébánián, de legalábbis lélekben azonosuljunk vele, és együtt tudjunk például örülni annak, aki elmeséli, hogy most éppen házasságra készül, netán azért jött, mert jegyes beszélgetésben kell, hogy részesüljön, vagy éppenséggel ravatal mellett kell, hogy találkozzunk egy családdal, akiknek a vállára most nagyon nagy teher, nagyon nagy kereszt nehezedik. Együtt lenni velük. Azt mondják az Orvostudományi Egyetemen, nincs alkalmassági vizsga. Nálunk papoknál sem tudnám pontosan meghatározni, milyen vizsgálatokon megyünk keresztül, mielőtt pappá szentelnek bennünket, ami azt bizonyítja, hogy van valamiféle együttérzési készségünk. Nem csak teológusok tudunk lenni, nem csak Bibliát bárhonnan idézni képes emberek, hanem
a társainkkal, a ránk bizottakkal együtt lenni. A múltkor a Kartali templom előtt egy mise után az egyik aranyos néninek, aki még az ottani szokás szerint öltözködik, megigazítottam a nyakánál a kendőjét. Utólag hallottam, hogy ő majd elolvatta gyönyörűségtől. Annyira kedves volt számára, hogy én egyáltalán hozzá nyúltam. Hát az első és legfontosabb ebben a mai történetben, mármint a felolvasott történetben, legyen ez. Érintsük kézen egymást. De a másik, hogy miután ezt az egy beteget meggyógyította Jézus, másnap már tolongtak az ajtó előtt. Híre ment, és mindenki hozta a betegeket. Vagy jelentkezett ő maga, ha beteg volt. De kérdem én, vajon híre megy-e a gyógyulásoknak? Beszél-e valaki arról, hogy mit élt meg, mondjuk mindjárt a legfontosabb dolgot említem, egy bűnbánat szentségében? Hogy érezte magát, amikor kilépett a gyóntatószékből, hallva ezt a bizonyos mondatot, én föloldozlak bűneidtől, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében? Mert vigyázzunk, a gyónási titok megtartása az csak ránk vonatkozik, papokra, rátok, akik szentgyónásban részesülhettek, nem. Beszéljetek arról, hogy milyen öröm gyónni, hogy milyen jól éreztétek magatokat ott az Úr Jézus által előkészített helyen, ahol érvényesülhet az, miszerint ő átadta hatalmát az apostoloknak és az apostolok minden utódának, és így az ő nevében föloldozást adhatunk, föloldozást kaphattok. De egyáltalán beszélünk-e a magunk egészséges lelki világáról? Pontosabban hitünkről, a hit évében. Most sokszor kell, hogy elgondolkozzunk ezen. Tovább adjuk-e a hitünket úgy, hogy ilyen-olyan körökben beszélünk róla? Ha azon a munkahelyen, ahol te 2 éve vagy 12 éve dolgozol, nem tudják rólad, hogy te hívő vagy, hogy te keresztény vagy, persze azon belül, ez nagyon fontos, akkor én megkérdőjelezem a te kereszténységedet. Az interneten mennyi mindenféléről beszélünk, mennyi mindent tartunk fontosnak, hogy elküldjünk valakinek, vagy tovább küldjük azt, amit kaptunk. De vajon kereszténységről, Jézusról, keresztény ünnepeinkről, mint a közelmúltban egy Mikulás ünnepségről, egy karácsonyról, vagy most napjainkban vízkeresztről beszélünk-e? Téma-e otthon, szülő és gyerek, nagyszülő és unoka, testvér és testvér között, vagy minden más előbbre való? És hát végül ugye az utolsó gondolata ennek a történetnek, amit hallottunk, nem csak az, hogy betegeket gyógyít Jézus, hanem az is, hogy azt mondja, hogy a szomszédos helyekre is el kell mennie, hogy hirdesse ott is az evangéliumot. Ebben a földgyorsuló világunkban most már szomszédjai vagyunk egymásnak, akkor is, ha egy másik kontinensen élünk, Fülöp-szigeti vagyok, vagy európai, kamcsatkai, vagy fogföldi, kiskunhatszázai, vagy kunszentmiklósi, szinte egy ponttá zsugorodott ez a hatalmas világunk, ez a gyönyörű földgolyó. És ugyanakkor tudjuk, hogy annak a szomszédnak, esetleg egy másik nemzetfiának, vagy egy még nálam is jobban Isten segítségére rászoruló szomszédomnak bizony nagyon nagy szüksége lenne Istenre, és én kell, hogy elvigyem oda az evangéliumot. Én emlékszem, amikor a tiszakécskei káplán koromban betegekhez indultam, és már reverendám kis zsebében ott volt az oltári szentség. Akkori főnököm, Gémes Mihály atya, ha tudta, most indulok, és az eukarisztia ott van, térdet hajtott, mert annyira és olyan egyértelműen imádta mély hitével az oltári szentséget. De rádöbbentem, hogy az én hitemet is növeli ezzel. Hogy igen, elviszem az oltári szentséget, mert valahol szükség van rá.
és mentem, hol Óbögre, hol a Lakatos tanyára, hol Sárhalomra, és ott láttam, hogy mit jelent Jézus megérkezése annak a hajlott hátú öreg Varga néninek, soha nem felejtem el, alig tudott fölnézni a földről, biztos régen fönn van már az Isten országában. Vagy egy-egy fogyatékosnak, aki alig fogott föl ebből valamit, de mégis boldoggá tette a tudat, hogy valami itt most érte történik, valaki itt most, és nem csak a pap, meglátogatta őt. De manapság az egész világunk beteg. Lélekben papok, nem papok egyaránt, és persze azért így mondom, idézelbe téve, kenjük meg a betegek olajával az emberiséget, a világot, hogy ez a betegség megszűnjön, ez az áldatlan állapot, és föloldódjon az ember ezen a földön, és tudjon igazán boldog lenni. Ökumenizmus. Lassan-lassan különböző templomokban gyűlünk egybe, és megbeszéljük, mi is a közös bennünk, és esetleg azt is, mi a különbség. És ilyenkor lehet, hogy szóba kerül a betegek szentsége. Mi katolikusok, adjunk hálát a Jóistennek azért, hogy a Jakab apostol által írt levélből felfedeztük, mit is kell tennünk, ha beteg valaki köztünk, és hogyan részesülhetünk személy szerint, de talán családtagjainkkal együtt és egyházi közösségeinkben is a gyógyító, testet, lelket átdolgozó és felújító betegek szentségével. Kívánom, terjedjen a hír, hogy Jézus beteget tud gyógyítani. Beszéljünk arról, hogy ha esetleg mi már gyógyultunk. Emlékszem, amikor engem Lourdesban a szűzanya közbenjárására a sarkamat csak, de meggyógyította Jézus. Amikor erről meséltem, mindenki fölkapta a fejét, és még apró részletekre is kíváncsi volt. Mert mindenkinek hiányzik Jézus, és kellene, hogy többet tudjunk róla. Adjuk hát tovább a hírt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bonum TV. Értéket adunk az időnek.